Sziasztok, Ebeni 92 vagyok. Itt most éppen a Pet Battle-t fogom nagyjából bemutatni. Ugye minden fővárosba, hát Hordódon, Orgrimmarba, Alliba pedig itt Stormwindba ki lehet tanulni a Battle Pet Trainertől a Battle Petezést, és akkor itt a Pet Journal-nál itt jobb oldalt, itt lesz ilyen Battle Pet slot, szóval tudod behúzni a kis díszállataidat. Mit tudom én, nekem most ugye csillámka van ide behúzva, ez már level 3-os, de most, hogy nagyobb szintű lett, most már level 3-os a petem, így most már van még egy battle pet szotom, ami annyit tesz, hogy egy harc alatt két állatot is előhívhatok. Na most, ugye az állatnak alapból több kategóriája van, ott írja elemental, flying, mechanical, tudom én mi van még, Dragonkin, meg ilyenek. És megvan adva, hogy egy adott tizé mire erős, mire gyenge. A többire átlagsebzést ad. Na. Nekem a csillámkám az rare pet, ami annyit tesz, hogy ritka. És a rare peteknek alapból több kicsit a sebzése, meg a HP-ja. Tehát valami olyan petet akarok betenni második slotba, ami szintén rare, például a Dark Phoenix, az egy elemental típusú pet. Az erős az akvatikok ellen. A dragonom az mi ellen erős, ez a izé csillám szar. Ez a humanoidok ellen. Mindegy, valami rér. Az egyik a Dark Phoenix, amit lehet berakok, vagy pedig... nincsen másik rérem. Nincs túl sok petem még. Jó, akkor jön a Dark Phoenix. Itt majd kettes szinten kap egy új képességet. Ugye a izémnek csillámkának ezek van. Itt majd 15-en át tudom rakni másra. Na, kussolj kutya. Na, jó van, mehetünk izé. Itt most, hogy meglépte a petem a level 3-at, most szépen elmegyünk ide a Battle Pet Trainerhez. Igen, legalábbis elvileg az, azt hiszem. És váltunk vele pár szót, mert ad egy új feladatot, ez ilyen account küldetés, tehát az egész accountra szól. Megkapom az achievementet is. Pöpöpö. Itt vannak ilyen acsik, Battle Pethez. Hát miért nem tudok felmenni? Na, lehet kicsit rossz fele. Na, várjunk, rossz fele jöttem. Nem kell itt bejönni. Ó, ezt a pandás kis részt még nem is láttam, ezt az ázsiai cuccot. Igen, ide kell jönnünk, itt van egy Battle Pet Trainer. Leadjuk ezt a küldit, hogy level 3-asok lettünk, és acceptáljuk a következőt. Mi a szart kell benne csinálni? Defe a Julia Steven in a Pet Battle, meg kell ölni egy izét itt Goldshire-be. Hát menjünk Goldshire-be akkor. Közben itt a minimapon itt látjátok ezek itt éppen battle petek, amiket ki tudok hívni, csatázni. Tehát most én itt ki fogok hívni egy dögöt. Igen, ezt a mókust kihívjuk csatára. És visszaadjuk. Na ugye most, hogy két petem van, itt jelzi a másodikat, tudok választani ezzel, hogy most váltanék, de most nem fogok, mert ez erős. Illetve de, hogy egy kicsit a másiknak is nőjön az XP-je. Ilyenkor egy kört veszítek és támad. 19-et lőtt rám. Jól van, lőjünk rá egy tűzgolyót. Alacsonyat sebzek rá. Ez ellen nem jó. Akkor mindenképp vissza kell tennem a sárkány. Mert csak levenni az életét nagyon. Rakjuk ezt. Nyertünk. Megkapják a kis peteink az XP-t. Meg én is a 223 XP-met. Ugye
most közben ki kéne menni Goldshire-be ott leadni azt a... vagy hát legyőzni azt a Battle Pet trainer, de... Jó, menjünk ki. Menjünk ki a városból. Ezt is vissza kell jutni magába a városba. De jó ég. És közben meglett... Na ne akadjál. Közben meglett a... Tehát most már megvan a fejlődős sisak, a fejlődős válasz, fejlődős chest, fejlődős köppeny, fejlődős gatya. És már a bónusz XP-s dolgok nagyjából megvannak. Ezeket ugye nagy karakterrel vettem ki a Monkommal, Narambatárral a horda oldalról. És így szépen. Ez majd segíteni fog a fejlődésben. Ezek ilyen bónusz XP-t adnak és velem együtt fejlődnek, tehát nem kell őket cserélgetni. Ez 10% XP-t adagatja, a chest az 10-et, válas 10-et, az már 30, a sisak 10-et az 40, a köppeny 5-et az 45% bónusz XP. 45%-kal gyorsabban fejlődök. Plusz, amíg hozzátesszük, hogy a klámban is, mivel nagyszintű a klám, van egy ilyen bónusz képesség, hogy nem tudom, azt hiszem 10%-kal gyorsabban fejlődök. Tehát így 55%-kal alapból gyorsabban fogom felhúzni ezt a karaktert 80-ig. Mert ezek a fejlődős cuccok zömével, hát ez például 85-ig, de a chest ez csak 80-ig. Na, mindjárt kim vagyunk a városból. Na ez a mount, ez nagyon kéne. Ez egy mount, igen. Egy játékos űr rajta. Lehet rá NPC-ket pakolni. Tök jó. Csak baromi drága. Hiszem valami 100-valahány 1000 arany. 100-valahány 1000. Nekem 112. 112. Itt a városkapu. Itt is vagyunk a Pet Tamernél. Hányas petjé vannak? Kettes... Kettes... Hát, nem tudom mi lesz ebből, majd kiderül. Jó, lőjünk bele először a tiszkolat. Egész normálisan sebez. Uhú, strongon sebez, az nagyon nem jó nekünk. Egy harmad életünket levette, ha látaszom ezt. Na most az a baj, hogy ötször belém sebezhet. Ezután sajnos. Talán ha túlélem, akkor ezt a petet addig elrakom. De nem, ez a negyedik sebzés, én az ötödik. Nem. Cseréljünk petet, mert ez megvan. A 700-át. De miért sebzel belém egymás után többet? Az egyik meghalt, de az a volt két kígyója. Hát, ez nem tudom leverni. Ez még kicsit húzni kell a szintjét. A kis petjémnek. Meghalt a sárkány. Ez is meghalt, bassza. Ilyenkor, ha meghalnak, van egy ilyen opció itt, hogy fel tudom őket gyógyítani, ezzel 8 percenként tudok gyógyítani. Hogyha ez nincs, akkor egy faluban kell keresni egy Stable Master kategóriájú NPC-t, és akkor annál is fel lehet gyógyítani. Én most ezt fogom használni. Megölök még pár állatot, csak közben lekeszedem egy bazot, mert elkezdtem húzni a herbát. Szakmát. Megölök pár állatot, és akkor fejlődnek vele a petjeim kicsit. Dur.
itt még állat. Itt van egy... Stormwindred. Csak az a baj, mondjuk a Phoenix-en kéne húzni. Kicsit. Mert az még eléggé le van maradva, hát... izének. Jó, mondjuk a sárkány mindjárt szintet lép, azt még megvárjuk, és akkor utána a Phoenix-en harcolunk. A minimapon látjuk, itt be lehet pipálni trackpads. Csak a battle bateket kijelöli nekünk. Ez itt most csak egy gaz. Ott egy battle pad, csak előbb összeszedj. Á, jó, gaz. Aztán futunk az ezére, battle padre. Vagy se ezére. Béka, level 2-es. Várjunk, ez nem az akvatikán lengyenge? De nem. Most 5 körig vissza tud sebezni. Ennek a spellnek ez az átka, hogy nagyon erősebb üt, de 5 körig visszaütnek utána, tehát addig nem tudsz mit csinálni. Jó, ezzel kb. Szintet is lép, itt is írja az XP-t. Ez az. Vintage Pet Battle Achievementet kaptam, yeah. Na, igen, és ezzel föl is gyógyult a petem, és kapott egy új spellt. Na, de most tényleg ezért még húzzuk. Ezt főzzük legalább level 2-esre. A Phoenixünket, és akkor visszamegyünk leverni a Battle Mastert, vagy mit? Ez milyen spell? Deal 25 Magic Damage minden sebz izére. 25 Magic Damage-et minden ellenségre és csapdára. 9 körön keresztül ilyen Arcane varázslat viharral sújtja. Nem rossz, de most ezért Phoenix-et kell nyomni kicsit. Ez egy level 2-es, a franc, és ráadásul strongul sebez, akkor mégiscsak vissza. Mert az, ha strongul sebez rád, akkor nem érdemes megreckedni, mert ez egy nagyon... Na, bevetjük ezt a 3-as képességet. Itt írja 9 körön belül. Ezért. Megy a csata. Na jó, ez visszagyógyítja magát. Akkor lenyom a 2-est, meghaltam. És egy kicsit kap a Phoenixünk is itt. Na, szintet lépett, jó. Jó, szerintem most menjünk vissza. És próbáljuk meg most leverni azért Battle Pet oktatót, mert most a sárkány is lépett egy szintet, van egy plusz spelle, meg ez Phoenix is, kapott is egy új spellt. Valami dotot, ami így folyamatosan sebez két körig. Na, irány a harc. Ezt a sárkányra lerakjuk a 3-ast, ami mérgez, vagy hát ez a... Ez folyamatosan sebezni fog 9 körig. Majd elnyomom a 2-est. Ez egy baromi nagy sebzés. Ilyenkor most 5-öt vissza se... Strongot ütött rám! A 700-át már megint mit csinál? Váltás, jó, egyet belelövünk. Talán meghal. De ezután váltani kell, mert... Te jó ég, meg fog halni. De ezt tulajdonképpen akkor nem is azt csinál, amit gondoltam. Mert ez ugye... Azt írja, hogy... 25 Magic Damage-et az összes ellenségben, és mégsem azt csinálja. Hát beszarok. De még egyszer elnyomjuk, mert már csak 5 stack van. És akkor talán meghal ugye a sárkányunk, de legalább... Legalább ennyi haszna lesz. Meg egyet belelőnk az utolsó erővel. Jaj, dodzsolta. Kivédte, meghalt a sárkány. Na most jön a izénk, Phoenixünk. Elnyomjuk ezt a dotot.
Nem sebez túl sokat, de azért ki fogjuk tudni nyílni szerint talán. Csak nem krittel be valami nagyot, akkor kinyírjuk ezt a kígyót. És akkor megnyerjük a csatát. Jóan legyőztük. Kész a küldetés. És szintet lépett a Pete. Kaptam egy új acsit. De feltem Master Petté, mert... Kaptam egy új spellt is. Én meg kaptam valami kis táskát. Hol van? Ja, itt. Amiben ilyen négy ilyen gyógyító van. Na, ez azért jó, mert ugye... Ez a gyógyító, ez 8 perc CD-n van. Ezzel meg külön tudok gyógyítani. Ez csak egy sima tárgy. Most egyelőre még nem veszem ki, gyűjtöm a táskákat. Megkapta a harmadik petjét és a Phoenix. Na, tehát nagyjából ez így szól, ez a battle petezés. És hogyha megvan a level 3, vagy hát megvan a harmadik pet, tehát ez is, az alakot is kinyílik, és ide is rakhatok petet, akkor mehetek Find Battle-re, ahol más playerek ellen dob be arénába, és az ő petjeikkel harcolunk. 3v3 pet. Egy kis Pokémon fight-szerűség, de baromi jó amúgy. Jobb, mint maga a PvP szinte, mert elég szórakoztató, és tényleg ilyen logikai játék. Körökre osztott. Na, sziasztok!